Te figyelj, figyelj, ott vannak azok a Hollywoodi sztárok, kap már el őket. Itt? Magyarország? Itt? Hello, hi, hi guys, hello, hello, quick, quick interview. Mindig tudtam, hogy parasztok. Hello, sziasztok, köszöntünk mindenkit, itt vagyunk. A Napóleon premier előtti gálán a Cinema City Arénában, mit nagyon köszönünk a Cinema Citynek, hogy itt lehetünk és beszélgethetünk. Kettőt találhattok, hogy kiről? Napóleonról. Készültünk történelmi kérdésekkel, és Joaquin Phoenix munkásságára is rá fogunk kérdezni. Kíváncsian várjuk, hogy mennyit fognak tudni a meghívott vendégek, úgyhogy előre csatába, hadjáratba foglaljuk el ezt a premier gálát. Franciaország 1793. Nyilván látta a káoszt az utcákon. Én nagyon-nagyon szeretem a történelmi filmeket, azon belül is nagyon szeretem, hogyha ha ilyen monumentális, ilyen elképesztő nagyszerű Ridley Scott-tól azért azt várom, hogy itt most azért olyan csata jelenetek lesznek, hogy így belesüljedek a székbe és a szívószálat lenyelem. Hát arról pedig nem beszél, hogy mindkettőnknek olyan személyes kedvencünk a Joaquin Phoenix, hogy imádjuk, és a legutóbbi filmje a Joker volt az, ahol képzeld el, hogy így vége volt a filmnek, és még így 10 percig ültünk, és tudod, amikor már elmegy a felirat is, lenyűgöző volt. Egyszerűen színészként azt mondom, hogy na jó, de ezt totál kattam. Lenne. Mindig azzal vigasztanom magam, hogy ha ilyen jó színész lennék, akkor valószínűleg elmebeteg lennék, és azért nem zavar annyira, hogy nem vagyok ennyire zseni, mint ő. Hát figyelj, ez valami elképesztő. Joaquin Phoenix, hát igazából a telefonkönyvet is felolvashatja nekem. Hát annyira imádom. Tipeljétek meg plusz-minusz 5 centire, hogy milyen magas volt Napóleon. Tuti alacsony, ha így kérdezett. 150. 160. 160 az kicsit közelebb van. Mennyi volt? 168? 168 centi volt. Akkor valószínűleg alacsony volt. Lehet, hogy ezért volt kicsit ilyen komplexusos. Van is egy ilyen komplexus, ugye? 170. Majdnem, 168. 168. Akkor még én is kicsit fölélődtem. 175, ha jól tudom. Közel voltál, 168. 158. 160. Kicsit közelebb voltál, mert 168. A 8-as jó volt, a 6-as jó volt. Magas. Akkor pont egy magas velem. Azt hittem, hogy nálam alacsonyabb volt. Amúgy mindenki azt hitt, hogy kisebb volt. Hát igen, azt hittük, hogy egy törpe. Hát azért az pasinak azért az elég kicsi. De akkoriban? Hát az, hogy velem egy magas, az kicsi. Melyik volt az a csata, amelyiket elvesztette a Napóleon, és az be is tett neki? Waterloo-nál, nem? Waterloo-nál. És nem vagy az első, aki el is énekelt. Mondjuk jó, hát nyilván neked is kell énekelni. Imádom a dalt is egyébként, meg énekeltem is már sokszor egy abba koncertem. Tudtad, hogy ez a dal most lesz 50 éves? Azt tudtam, hogy már volt 30 éves, az meg volt, de azt nem, hogy 50. 50. Elég, ez igen, ez már nem egy mai darab. Melyik szigetre száműzték, miután legyőzték? Korzikára. Nem? Szent Ilona? Szent Ilonára, bocsánat, Korzikáról származik, jó. Tudod? Várjál, most hirtelen elbizonytalanodtam. Nem, mondd az első. Nem, Elba? Nem. Ott is szerintem volt, mert kétszer száműzték. Az utolsóra gondolok, ahol meg is halt. Igen, igen, igen. Én nem tudom. Női név. Igen, Szent Margarit, nem? Ível. Ível? Szent? Szent Ilona. Figyelj, Kitty, láttál még valami filmet a Joaquin Phoenix-szel? A kérdéssel értem, az a baj. De a Jokert. Na, a Joker, igen. És tetszett a Joker? Na, a Joker nem megölte magát a film után. Nem megölte magát. A végén elmegy öngyintézetbe került. Nem, már nem a film, ja, nem az igazi csávó, ő megölte magát, öngyilkosát, vagy meghalt. Na, melyik Joker? Igazi? Az igazi Joker? De Joker azt kitalált, nem? Ja, Heath Ledgerre gondolsz. Igen. Ja, leesett, oké, világos. Gladiátor Joker. A Nicole Kidmannel játszott egy filmben, amiben mindjárt majd megdöglik érte. Na még ennél, ezt te se tudtad. Megleptek, igen. Majd megdöglik érte, bizony. Szerintem abban nem ő játszott. De. Lecsekkoljuk. Majd megdöglik ide. Érte, tuti, szerintem ő volt benne, vagy nem. De ha nem, akkor kérjük, hogy... Még egyet, come on, azt én csináltam a szinkronját, úgyhogy azt azért... Azt ismerem. Amiben az alkoholista country énekest játszotta, nem jut eszembe a címe. Az nem volt annyira erős film, de nagyon jó volt. A Reese Witherspoonnal? Azért kapott a Reese Witherspoon Oscart, amiben ő volt a csaja. Ja. Azt hiszem, igen. Igen, tehát mindenki oda van Joaquin Phoenix-ed, és utána nem tud felsorolni 4 filmet. Igen, de hogy a másik az, hogy amúgy nagyjából összeraktatok amúgy annyit, és amit ugye, hogy felolvasni, hogy bármit, ami felolvas neked, azt te hallgatod, a Her, a nő. Nem ismeritek? Nem. Abban részleteket láttam csak.
Azt ajánlom. A Scarlett Johansson benne a főszereplő, aki a hangját így adja, és akkor a Joaquin Phoenix ugye csak a hangot hallgatja, és akkor itt minden beleszerelmesedik egy ilyen AI-os hangba. Én is tudtam újat mondani. Abszolút, tehát abszolút lehet újat mondani, de figyelj, ha ő csak a Jokert csinálta volna egyébként, de már azért arra is úgy mentünk, hogy hú, ebben a Joaquin Phoenix van benne. És emlékszel, volt egy film, amikor mondtuk, hogy ilyen nyúlszájú, picit nyúlszájú srác, meg minden, még amikor nagyon fiatal, és egy csomó filmben láttuk. Szerintem a Gladiator volt talán az első, amiben ilyen oda voltunk érte, igen, és akkor onnantól fogva gyakorlatilag bármibe játszott. Hát ugye javarészt így a Jokerből maradt nekem emlékezetes, meg ugye a Gladiátorból, ha már maradjunk rendezőnél. Egyrészt a Joker, ugye? Aztán ott volt például a Jelek című film, amit nagyon szerettem, a sci-fi. Aztán szintén a Falu című film, a szintén Shyamalan. Aztán ahol Johnny Cash játszotta? Szerintem igen. Nyughatatlan című film. Egyébként nekem az iszonyatosan tetszik, hogy a Ridley Scottot most támadják a kritikusok, hogy nem történelem hű a film, és hogy hány helyen. És akkor állítólag azt üzent a kritikusoknak, hogy miért basszátok meg, ti tudjátok? Ott voltatok? Ott voltatok, ti honnan tudjátok? Egyébként az a furcsa, hogy én egy csomó életrajzi filmet, meg ilyen tévéfilmet láttam Napóleon életéről, és egy csomó minden nem maradt. Én azt tudom, hogy ilyen nagyon hősiesen áll, így bedugott kézzel, meg nem tudom én micsoda, és azt tudom, hogy övé volt az egész világ, mindent leigázott, és utána nagyon szörnyű sanyarú körülmények között halt meg. Tehát, hogy nem olyan nagyon jó ez a világ leigázása hosszú távon. Igen, ugye ez lett az utolsó kérdésem, de már kb. Ebben benne is volt, ugye, hogy úgy bukott el, hogy mindenki összefogott ellene. Igen, hát ahogy ez lenni szokott. Általában a diktátorok így buknak el. Igen. Amen. Van remény. És egy kicsi utolsó kis kérdés, és most felét Kira, szerinted, így, hogy most egymagasak vagytok, gratulálok a Starbuckshoz, néztem, gratulálok. Kiütnéd Napóleont? Hát szívesen kiütném, de nem valószínű, hogy menne. Nem tudhatod, mert ő csak stratéga volt. Igen, hát mondjuk nem úgy tűnt, hogy nagyon sportos volt. Szerintem kiütnéd. Köszi, megpróbáljuk. Viszont én Joaquin Phoenixet nem tudnám kiütni sajnos, se fizikailag, se... Nem tudnánk. Olyan erő... Hát igen. Hát kell ez az elborultság, ez az elszántság, ami valószínűleg benne van. Oszkárt neki! Lesz, szerintem lesz. Meg fogja kapni. Hát nem biztos, hogy ezért, de egyszer biztos. De miért a Jokeré nem kapta meg? Jokeré megkapta! Egész Európa összefogott ellenem. Mi lesz ennek a vége, ha nem te győzöl? Elsőként ismerem el, hogyha hibázom, de sosem hibázom. 3 hours later. IMAX-ben néztük, a látvány az... kicsit sok is volt néha, azt érzem, tehát így nem tudom, hogy a klasszik kisebb képernyőn milyen volt az élmény, de a nagy képernyőn azt tudom mondani, hogy néha gyomorforgató volt a látvány. Így, hogy megnézted ezt a filmet, megnézted a rendezői változatát? Ennek lesz rendezői változata. Fog kijönni az Apple TV-n. Ha most nem szivatsz, nem akkor, szivatlak. Akkor meg fogom nézni egy pár év múlva. Most kérek egy kis szünetet ezek után. Picikét. 2,5 óra volt a film, tehát nagyon masszív, nagyon sok minden volt benne, és hát egy percig nem unatkoztam. Akkor tetszett? Nekem tetszett nagyon, de hogy ezt még meg kell emészteni, ez az a film. Kinek inkább nem ajánlom. Annak nem ajánlom, aki nem bírja a véres jeleneteket. Túlérzékeny embereknek, akik az erőszaktól nem csak a klasszikus agressziótól megriadnak, hanem a nők ledominálása típusú jeleneteknél is esetleg benyomogatja a gombjait. Amúgy meg mindenki másnak. Azt nem gondoltam volna, hogy ennyire fiktíven fogja Ridley Scott feldolgozni a történelmet. Film hangvételével is voltak problémáim, illetve a szerelmi szál szerintem nagyon-nagyon döcögött. Viszont ettől függetlenül tele van a film olyan-olyan elemekkel, amik egy sokkal jobb alkotásért kiáltanak, és már holnap képes lennék visszajönni a moziba és megnézni egy új változatot belőle, mert mind a színész választás szerintem zseniális volt, a csata jelenetek azok lélegzetelállítóak voltak. Engem gyakran ledobott magáról a film az erőltetett jelenetek miatt, két főszereplő kémiájára értem és az ő dinamikájukra. És ezek után most megnéztük a moziban. Apple TV-n meg fogod nézni a hosszabb, vágatlan rendezői verziót? Mindenképp, és őszintén remélem, hogy pár dolgot, amit itt problémának találtam, orvosolni fog a rendező. Többek közt, hogy nagyon kevés minden volt megmagyarázva, és akik például kevésbé vágják a történelemnek ezt a szeletét, ők szerintem elég rendesen el lesznek veszve, hogy mit látnak a filmbe. Én őszintén remélem, hogy ez majd javul azért a
rendezői változatnál. Rögtön egy pozitívummal kezdjem. A női főszereplő, Josefina, csodálatos volt egyébként a nő. Fantasztikus hangja van, és az egész lénye nagyon izgalmas volt. Tehát én őt egyébként biztos láttam már valami, mert ismerős volt, de az, hogy most itt egy ilyen nagy teret kapott, az fantasztikus volt. A picit a film ilyen médiás stressz, tehát én egy picit bíztam benne, hogy kapunk esetleg a gyerekkorából, vagy kapunk abból, hogy ő mitől lett olyan, amilyen. Mert mindannyian tudjuk, hogy egy ilyen hatalmas egyéniségű vezér, vagy diktátor, vagy nevezhetjük bárminek, mindig valahonnan jön és valahová tart. Tehát ez a őrületes megfelelési kényszeréről nem sokat tudtunk, és megmondom őszintén, hogy picit magunkra lettünk hagyva a nagy csaták közepette, amik elképesztően látványosak és tényleg fantasztikusak, és azért meg kell, hogy mondjam, hogy abban egyetérthetünk szerintem, hogy a jégmező csatája az azért elképesztő volt. Jó, igazából engem igen, a jelen fejlődés sokkal jobban érdekelt volna, mint ez a rengeteg. Persze tudjuk, hogy csatázott, és de nagyon hosszú volt, és nagyon sok volt a csata jelenet. Ehhez képest pedig keveset tudtunk meg Napóleonról igazából. A Waterloo-i csatát már azért vártam, mert tudtam, hogy ez a bukását okozza. Szóval, hogy egyszerre már ott úgy voltam, hogy jó, akkor nincs több csata, most már megyünk a Szent Ilonára. Megyünk a Szent Ilonára, és az a baj, hogy tehát zseniális színészekkel, elképesztő látványvilág, és azért látszott, hogy a büdzsében nem $2 millió van, hanem annál sokkal-sokkal több. Valahogy hiányérzettel jön ki egy picit az ember a moziból, mert azt érzem, hogy egy ilyen színész óriással kár megcsinálni egy ilyen filmet, mert azt gondolom, hogy az ő sokkal jobban eljátszotta volna azt, hogy min őrlődik, miről álmodik, mik vannak a gondolataiban, miért így. Az anyával való kapcsolata, mert nyilván az anyával való kapcsolata nagyon fontos volt abból a szempontból, hogy a nővel milyen kapcsolata volt, de ami még nagyon jó, nagyon rég láttam jó szerepben a Rupert Everettet, bár meghökkentünk, mert alig ismertem fel, nagyon-nagyon rég láttam őt, de én nagyon jó színész, és nagyon szeretem, és ebbe is nagyon jó volt. Zseniális színészek, picit több közeli ezekről a zsenikről, és kevesebb lovakból, és lövésből, és ágyúból. Szóval nekem ez a véleményem sajnos, még annak ellenére is, hogy pontosan tudom, hogy egy Napóleon filmtől mit vár az ember, és 3 millió ember halála, mint ahogy a végén láthattuk, hogy 3 millióan kellett ahhoz meghalni. Ez inkább szerintem ez a film az ő tiszteleg, az ő előttük való tisztelgésről szólt, mint sem a Napóleon megismeréséről, és emiatt egy picit hiányérzetem van. Meg hát valóban egy grandiózus, monumentális film volt, mint amilyen Napóleon volt, vagy akart lenni. Igen. Amúgy teljesen egyetetek vettek abban, hogy nagyon hiányzott nekem is az, hogy lássam egy, hogy mondjuk te gyerekként, kamaszként, fiatal felnőttként, és ez tényleg, én azt hittem, hogy ebből kapni fogok egy olyan fél órát, de nem. De jó volt, nekem tetszett. Így összességében ti mondjuk nem tudom, mennyire vagytok, hogy egy 10-es skálán mennyit adtok neki. Figyelj most, hogyha valaki megkérdezné tőlem, hogy nézze meg a Napóleon filmet, nem biztos, hogy azt mondanám neki, hogy nézze meg. Ez felejtsd majd ki. Én meg azt mondanám neki egyébként, hogy nézze meg, de ne a lelkére számíts, hanem sokkal inkább a látványra számíts és a csatákra. Sokkal jobban kiegyenesedtem, amikor két ember beszélgetett, mint akkor, amikor az őrületes csaták voltak, és így idő múlva elveszített. Nagyon komoly, szerintem sokkal erősebb történelmi tudás kell ez a filmhez, mint amennyit szerintem jól esően az ember szégyenérzet nélkül szeret beülni a moziba. Tehát ne kelljen nekem pontosan tudni, hogy itt ki kellem, miért, hogy hány ember halálával, stb. De én szeretem azt, hogyha sokkal inkább a lélekről szól. Kevesebb csata, több Joachim közeli. Voltak olyan részei, amik viszont nagyon tetszettek, de azok pont azok a részek voltak, amiket hiányoltak. Emberek beszélgetnek. Igen. Hát én hatosra értékelem a filmet, sajnos éppen ezért hiányérzetem van nagyon komoly. És ez a hatos és a színészek miatt. És amúgy még visszatérve a Jessica Kirby-re, aki a főszereplő, azért mondtam, hogy a Jessica, vagy Vanessa? Köszönöm szépen, Vanessa. Elnézést kérek. Köszönöm. Szóval, hogy azért is mondtam ugye, hogy angolul, mert mi is angolul, mert az ő hangja az... Ezt mondta rögtön. Hát. Nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy a kiszinkronizálta. Mert pont elkezdett, igen, elkezdtem tudod, kutatni a fejembe, hogy ki lehetne. A német Borbálának van egyébként nagyon-nagyon-nagyon gyönyörű és kellemes hangja, és ő szokta ezeket a nagy formátumú nőket csinálni. Úgyhogy szerintem, ha a német Bori csinálja, akkor az egy teli találat. Most csak találgatom. Igen, és reméljük, hogy gondolom a Rátóti szinkronizálja a Joaquint. Remélhetőleg. Nem tudom sajnos. Minden esetre tényleg az ő hangja, tehát a főszereplő nő hangja az egészen elképesztően izgalmas volt, és
így, hogy eredetiben néztük, ezzel nagyon jó volt felfedezni, hogy tényleg egy fantasztikus csaj. És pont ettől már, hogy nem ilyen hangot képzelne el ehhez az archoz az ember, úgyhogy nagyon kellemes meglepetés volt. Mondjuk egyébként az viszont jó, hogy ő meg el szokott aludni, most nem aludt el. Tehát... Nem, én úgy elalszom minden filmen, de még a jón is sajnos, tehát még a kedvenc filmemet is többször kellett nézni. Bögdösöm, hogy ne aludjál. És nem aludtam el, tehát azt nem lehet mondani, hogy unalmas, egy pillanatig sem. Nem, tehát nem. Még annak ellenére, hogy 2,5 órás a film, egy pillanatig, tehát nem unalmas, nehogy azt higgyétek, hogy unalmas, hanem egész egyszerűen nekem mondom a lélek, de ezt most már kát egy csomószor, tehát ezt most már ide lehet vágni, ezzel szerint elmondom. De az a lényeg, hogy mégis az egész film minőségi és nemes, attól függetlenül, hogy nem feltétlen lesz a kedvencem. Szerintem már ennek is örülhetünk egyébként, hogy valamire azt mondjuk, hogy minőségi és nemes, mert legtöbbször úgy jövünk ki, hogy ezt a mocsadékot, és hogy erre ennyi milliót költött ez a sok barom amerikai, és ugye ehhez képest most ez milyen marha jó, hogy ez legalább tényleg egy minőségi volt, és olyan színészekkel, akit mondom, örömmel nézünk. Tehát Joachim Onkiet harcolt, kicsit sokat ült lovon, de mindegy, hát oké. Napóleon. Hát ez egy hosszú film volt, mint ahogy azt hallottátok, és hát Napóleon itt nagyobb, hosszabb és vágatlanabbnak tűnik, de az majd Apple TV Pluson kijön majd a rendezői vágatlan verzió. Nem tudjuk mikor, nem tudjuk milyen hosszú lesz, de hosszabb lesz. A lényeg az, hogy köszönjük szépen, hogy itt lehettünk. Köszönjük a Cinema City-nek, hogy megnéztettük ezt a filmet. Ti is nézzétek meg, az én véleményem egybevág a Járai házaspár véleményével, úgyhogy azt már hallottátok, de a legfontosabbat még nem hallottátok. Iratkozzatok föl, ez nagyon fontos. Nyomjatok egy lájkot, hogyha tetszett a videó, és a kommentekben folytassuk a beszélgetést, hogyha megnéztétek a Napóleont. Nagyon fontos, hogy van heti rendszerességű műsorunk is, vasárnap hétfő tengelyen szokott érkezni a hét témái, úgyhogy ott is tudtok velünk találkozni, maradjatok hétköznapig, legközelebb találkozunk, sziasztok!